Izrael és zsidó szervezetek is tiltakoznak, miután a holokauszt tagadó és Izraelt eltörölni kívánó volt iráni elnök Mahmoud Ahmadinejad beszédet mondhatott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az intézmény nem kívánja kommentálni az ügyet. A külügyminisztérium híradónak azt írta, Magyarországon az egyetemeken oktatási és szólásszabadság van. A kormány nem szól bele az egyetemek programjaiba. Közös értékek a Globális Környezetben címmel tartott előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a rektor meghívására Irán korábbi elnöke, írta meg elsőként a Euronews. Mahmud Ahmadinejad az iráni nukleáris fegyverkezés atya, aki szerint Izraelt el kell törölni, a holokauszt pedig nem létezett. Kerestünk az egyetem honlapján bármiféle információt az előadással kapcsolatban, de nem találtunk. Írtunk az egyetemnek is, hogy megtudjuk, miért éppen a holokauszt tagadó iráni politikust hívták meg, de egyelőre nem Válaszoltak. A heteknek ugyanakkor reagált az intézmény, de csak annyit, hogy nem kívánják kommentálni a történteket. Az atv.hu egy iráni hírportál Instagram oldalán talált egy videót, amin az iráni ex és delegációja éppen távozik az egyetemről. A videóból kiderül, hogy Ahmadi Nezsádról nem lehetett felvételeket készíteni. A hetek a Dolete alapján fotókat is közzétett az eseményről, például ahogy Deli Gergely az egyetem rektora fogadta az iráni ex-elnököt. Csoportkép is készült, de az oldal fárszi nyelven publikálta a politikus beszédét is. Izrael állam budapesti nagykövetségének közleménye szerint egy ilyen személy meghívása, hogy előadást tartson diákoknak bármilyen nyugati egyetemen, súlyosan sérti a holokauszt áldozatainak emlékét. A mazsiz álláspontja, hogy a zsidó ellenes Ahmadi Nezsát egyetemi meghívása és fogadása szöges ellentétben áll a magyar kormány által az antiszemitizmus ellen meghirdetett tolerancia elvével. Ezt csapta pofon jelen pillanatban ezt a, a politikai törekvést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetése, annak rektora, akinek a meghívására történt a beutazása volt iráni államfőnek, és ha tovább megyünk, akkor jelen pillanatban van Magyarországon az a időpont, amikor megemlékezünk a holokasz áldozatairól. A politikus meghívása minden szempontból elfogadhatatlan, vagy az egységes magyarországi izraelita hitközség. Egy ilyen embernek nincs helye Magyarországon, Magyarország demokráciájában, és nincs helye egy egyetemen sem, különösképpen nem a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amely, amely azért egy állami egyetem. Úgyhogy a legnagyobb jó indulattal is csak arra tudunk gondolni, hogy itt valamilyen administratív, Valamilyen administratív félreértés történhetett? Írtunk a külgazdasági és külügyminisztériumnak is az ügyben, akik közölték, a kormány nem fogadta volt iráni elnököt, programja egyetemi program. Magyarországon az egyetemeken oktatási és szólásszabadság van, a kormány nem szól bele az egyetemek programjaiba.